Folytatjuk húsvéti bevásárlásunkat. Két éve úgy tűnt, hogy a hazai édességgyártók az egyik legnagyobb vesztesei a koronavírus okozta a járványnak. Mi a helyzet idén? Milyen kihívások elé állítja az édességgyártókat ez az év? Milyen forgalomra számítanak? Erről beszélgetünk a következő percekben Antal Emesével, dietetikussal, szociológussal, a Tét Platform szakmai vezetőjével. Sok szeretettel köszöntelek, Szervusz! Én is sok, sok szeretettel köszöntelek, meg a kedves hallgatókat is. És velünk tart Intődi Gábor, a Magyar Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. Üdvözlöm Önt is, sok szeretettel, jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok! Két éven nagyon-nagyon szomorú látvány volt, még májusban is az akciós csoki Nyusik látványa. Na, mi lesz idén? Mire számítanak? Milyen forgalomra, Gábor? Ez pontosan így történt, az édesipar egyik legrosszabb éve volt a kettő. időszaka volt a 2020-as húsvét környéke, amikor visszazuhant a fogyasztás, de örömmel mondhatom el, hogy már tavaly, tehát már 2021-ben nagyon jól kezdődött visszarendeződni a piac, idén pedig a kereskedőktől kapott visszajelzések alapján kb. 10%-os forgalombővülést várnak, úgyhogy a csoki és csoki tojás köszönik szépen, jól vannak, és a kedves vásárlók teszik őket a kosarukba. <laughs> Mit szeretnek a hazai vásárlók, e Hemese? Hát én azt gondolom, hogy, hogy itt is azért megoszlik a, a vélemény. Tehát azért a, egyre inkább azt láthatjuk, és azt hiszem talán a kutatások is ezt mutatják, hogy a, az étcsoki, tehát a minél magasabb kakaótartalmú csokoládé fogyasztása növekszik. És ezt mi dietetikusok is ezt mondjuk, hogy tényleg itt sok tartalma az jótékony hatásai vannak, tehát ezeket szere fogyasszuk is. Ö, nyilván mérték. Kell. De a másik oldal, hogy például egy, egy gyerek esetében, ott inkább a tejcsokoládé uh -huh. az az, ami szerintem kedveltebb, ami nem baj, hiszen ott az a sok-sok tej, ami benne van azért, az is a kalcium tartalom. Benne van? benne van? Most azért Ez kérdezem. különbözteti meg, ez különbözteti meg a tejcsokit, az étcsokit. De hogy annyi van -e, nem, ez azért jutott most nagyon eszembe, mert Bona Judit kolléganőmmel, ugye, aki holnap lesz majd a spájz műsorvezetője, arról vett hogy ő szerint, most kiadom, de szerintem nem halakszik, ő szerint ez, ez, ez ámítás, tehát emiatt nem érdemes a gyereknek csokit adni, vagy erre hivatkozva, én azt mondom, hogy van egy speciális, amit most sajnos uh, rossz hírek uh, um, környékezték meg csokoládé, amit neki kimondottam úgy hirdetnek, hogy akár egy a csokiban egy pohár te is van, de akkor azt mondjuk, hogy ez igaz. Azért a félreértés ne essék, tehát azért a tejtermékek uh -huh. azok, amik nyilván a kalciumbevitelhez főleg hozzájárulnak, tehát nyilván itt a tejre értem, uh -huh. a sajtra, a túró, ezek a termékek, de azért... Ezek is, és nyilván a, a gyerekek inkább az édesebb ízt szeretik. Tehát nekik egy tejcsokoládé, az kedvesebb lehet, mint a kesernyi is minél magasabb tartalmú étcsokoládé. Tehát ez egy plusz ö, dolog is lehet ö, a fogyasztásban. Gábor, hallottuk a dietetikus véleményét, de mit mond a szakma? Melyik csokoládét szeretjük igazán? Mely termékek népszerűek? Hadd kezdjem azzal, hogy... A mi elmondatunk az, hogy édességet örömmel mértékkel. Uh -huh. Tehát a mértéken azért hangsúly van, de örömmel, tehát minőséget. Úgyhogy én nem tudok a kedves hallgatóknak vagy a vásárlóknak letenni a voksot egyik vagy másik tejcsokoládé, étcsokoládé mellett, meg én nem is vagyok ebben annyira illetékes, mint például Gombóc Artur, aki ugye egy szuszra felsorolt 30 féle csokoládét. A lényeg az, hogy tényleg van mindenféle csokolád, és sőt egyre többféle, egyre újabb ízek jönnek ki. Az innováció az édesiparban is nagyon erősen jelen van. Megjelentek olyan csokoládék, amikről ugye Gombóc Artur még nem is tudott, például a liofilizált gyümölcsös csokoládé, a csilis csokoládé, a kávés csokoládé, tehát, tehát óriásra választék. A lényeg az, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret, illetve most már különböző diétás vagy élelmezési igényekre is van választva. ha akár elkismereti okokból valaki mondjuk kerüli az állati eredetű termékeket, akár elkismereti okokból bizonyos összetevőket nem szeretne fogyasztani, vagy diétás okokból nem szeretne vagy nem akar, vagy nem is lehet neki mondjuk például laktózt, vagy gluténtartalmú termékeket fogyasztani, egyre nagyobb valószínűséggel fogja megtalálni az üzletek polcain azt az édességterméket, legyen szó akár csokoládéről, akár kexről, akár bármi másról, ami, ami az ő igényeinek megfelel. Ami, ami megütötte a fülemet, és nagyon egyetértek Gáborral, ez a mérték. Az is, hogy örömmel természetesen, hiszen azért ez ö, főétkezés után abszolút beleférhet a táplálkozásunkba, az étrendünkbe, de itt ez a mérték. És ez az, amire felszeretném hívni a figyelmet, hogy ne inkább a, ne mennyiségi csokoládét vegyünk, hanem hogy minél többet kapjon az a gyerek, hanem inkább kisebb formáját, mázott csokoládékat, amit együltő helyébe meg tud enni, mert a, a nagy, na, nagy, esetében valószínű többet fog enni, megmarad, az élelmiszerbiztonsági szempontból sem biztos, hogy annyira ö, tökéletes megoldás lehet, te, és, és, hát degeszre eszi magát a gyerek belőle, meg mi is. <kül> Én pedig azon mosolyogtam, amikor mondtad, hogy Általában olyan kiszerelésben vegyük a csokoládét, amit együtt a helyében meg tud enni. Minden. Tehát azért itt van, azt gondolom, játék Jó. lehetőség. De nem, mert ez most csak kötetlen a beszélgetés, tehát azért is engedtem meg ezt a megjegyzést. De szerintem Minden. sokan felsóhajtottak, hogy hát nálunk akkor a mérete nem lehet gond. Na de az újdonságokról is szó volt. Gábor, idén, most a szezon kapcsán valami újdonságról tudunk beszámolni a hallgatóknak? A sok újdonság van, amit szeretnék kiemelni, mert ez számomra is egy meglepetés uh -huh. volt, és ez egy világ tendencia, nagyon érdekes, illetve most már Magyarországon is van ilyen, a női csokoládé. Uh -huh. Tehát van, van most már olyan csokoládé, amit kifejezetten hölgyeknek fejlesztettek ki. Um, ez egyrészt ugye, és legyünk őszintén, egy része az marketing, uh -huh. uh, de például mondjuk van szőke csokoládé, ez nem a szőkre, szőke nőkre utal egyébként, de, de ez kifejezetten a női réteget célozza, ez fehér csokoládé és hagyományos fekete csokoládénak a keveréke. De van olyan női csokoládé, amit például kifejezetten menstruációs ciklus környékére fejlesztettek és az olyan vitaminokat, illetve ásványi anyagokat tartalmaz, olyanokat dúsított, amelyekről bizonyított, hogy, hogy, a nők számára hasznos, amikor, amikor éppen, éppen ciklusuk van. Tehát nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy tényleg mindenféle van most már a piacon, ami, ami például nekem személyes kedvenc, és említettem is, az a liofilizált gyümölcsöt tartalmazott uh -huh. csokoládé. A liofilizálás az fagyasztva szárítást jelent, uh -huh. hát tipikusan ilyet találnak a vásárlók az üzletekben, amikor azt látják, hogy egy csokoládé meg van szórva uh -huh. pici gyümölcsdarabkákkal. darabkákkal. Ezek, ezek a gyümölcsök, ahogy fagyasztva szárítják őket, összezsugarodnak, és olyan koncentrált ízük van, ami, ami egy óriási, nagyon jó robbanó ízélményt jelent az ember szájában. A kínálatról beszéltünk, a mértékletességről beszéltünk, és most elérkeztünk a minőséghez, mint laikus, részben laikus, ugye, mert nem tudunk úgy beszélgetni, mi kettenemese a minőség, mint ahogy Gáborral fogunk, de te milyennek találod? a polcokon lévő csokoládéknak, édesség termékeknek a minőségét, és egy picit uh -huh. utazzunk is határon túlra, tehát európai viszonylatba. Sokat utazol, tehát szerintem össze tudod azért hasonlítani. Én, én örömmel látom, hogy uh -huh. hogy a minőség az egyre felértékelődik, tehát ahogy beszéltük, hogy a, a magasabb tartalmú csokoládék, azok egyre jobban megjelennek, plusz, amit Gábor mondott, ez a liofilizált gyümölcsök, de azért nem... Ne felejtsünk el például az ilyen olajos magvakkal dúsított ö, csokik ö, mellett se elmenni, mert azért nyilván ott például az a zsí, omega-3 zsírsavakat emelném ki, tehát meg ö, nyilván az olajos magvak is nagyon fontos szerepük van a táplálkozásunkban. Tehát, hogyha ilyeneket ö, látunk, akkor használjuk ki és merjünk új ízeket is. Ö, kipróbálni, és így összehasonlítva a világgal, én azt hiszem büszkék lehetünk így Magyarországra, hogy tényleg a gyártók is most már egyre többfajta jó minőségű és csokoládét gyártanak, amelyeket mi le tudunk szedni a polcról. Természetesen Gábor véleményére is kíváncsi vagyok a kérdés kapcsán, de még kiegészíteném egy kérdéssel, hogy a minőséget keressük, vagy a termékára határozza meg, hogy mit emelünk le a polcról. Egy folyamat, és már több éve tart, már most már 6-8 éve legalább, hogy hogy a vásárlók inkább a minőségi édességet keresik, és ezért hajlamosabb, hajlamosak megfizetni az ennek magasabb árát is. És a, ami, ami egy óriási tanulság, hogy ezt a tendenciát még a, még a járvány sem változtatta meg. Ez egyébként még azt is jelenti, hogy nagy tömegekben, vagyis egy, egy éves forgalmat nézve, még olyat is láttunk, hogy egy picit csökken mennyiségben a fogyasztás, de értékben pedig nő. És ez is azt jelenti, hogy, hogy inkább egy picit kinyitjuk a pénztárcát, de ami, ami a megveszünk, az akkor legyen jobb minőségű. Hát ez szintén egy örvendetes következmény, hogy talán még emlékeznek a a bevonó masszából készült táblákra, ezek gyakorlatilag eltűntek a polcokból, tehát nincs rá igény, hiába olcsó, nem vették a vásárlók és a gyártók szerintem örömmel el is hagyták ennek a gyártását. Igen, épp visszagondolva, ugye hat éve indult a Karcefem rádió, és akkor, amikor beszélgettünk húsvét alkalmából, még emlékszem, hogy ez a kérdés azért porondon volt, és most ahogy készültem a beszélgetésbe, én is úgy éreztem, hogy ez már vaktolítását veszítette, és ez egy ragyogó hír. Na, hatalmas választék az ugye előnyös a fogyasztóknak, de milyen kihívást jelent a gyártók számára, Gábor? A kihívás az, az mindig ott van, tehát az édességiparban van egy innovációs kényszer. Egyébként az hadd tegyem hozzá, hogy most nagyon sokat beszéltünk az újdonságokról. Van egy kettős elvárás, aminek meg kell felállni, és ami nem egyszerű. Az egyik az, hogy ugye keressük az újdonságokat, a, a ilyen csokoládé, olyan csokoládé, liofilizált csokoládé, laktozmentes csokoládé, kávé és csokoládé bármi, de ugyanakkor van egy borzasztó erős igény az ikonikus, hagyományos termékekre, hogy azt változatlan minőségben, a tradicionális ízekben élvezhesse a fogyasztó. Tehát az édesiparnak egyszerre kell megfelelni annak, hogy, hogy őrizze a, a hagyományait, a tradícióit, ellássa a vásárlókat azokkal a termékekkel, amiket ők akár gyerekkoruk ízei miatt keresnek, de ugyanakkor képesnek kell lennie arra, hogyha valaki beállít egy boltba, és azt mondja, hogy most egy most jövök edzésről, és én egy cukormentes, fehérjével és magnéziummal dúsított energia szeretet szeretnék enni, ami ráadásul csokoládés és marcipán ízű, na ezt a vásárlót is ki kell szolgálni. Mm. Tehát ez a, ez a kettős elvárás, ez mindenképpen egy komoly kihívást jelent. Gábor hosszasan beszélt arról, hogy Egyre nagyobb a választék, Különböző igényeket próbálják a gyártók kiszolgálni, de hogy látod, hogy mennyire divat ez? Tehát ez a mentes, nem mentes, ilyen, olyan, vegán, nem vegán. Tehát van ennek értelme ennyire szigorúan venni, ha nem vagyunk érintettek, tehát nem küzdünk ételallergiával? Hát ez, ez egy két, két uh -huh. él, él oldala van ennek a témának. Az egyik az az, hogy tényleg aki például a mondjuk mentes termékeket kereste, például a laktózmentes, vagy valami a, az étrendjéből kifolyólag diagnosztizált probléma miatt keresi az ilyen mentes termékeket, akkor a, igen, de a másik oldal, hogy ez egy divat is. Uh -huh. Ezt ne felejtsük el, hogy, hogy aki már nagyon vagy egy nagyon sokan vannak sajnos olyanok akik egyszer puffadtak életükben és akkor nagyon akkor magukra mondják hogy én most akkor tejcukor érzékeny vagyok és mindenféle tejterméket ö, kiiktatnak az étrendjükből tehát ez egy hamis vonal na, azt gondolom ö, a másik a, Azért itt a cukormentes termékek az édesítőszereknek a szerepe. Itt a cukorbetegek száma egyre növekszik, de nem csak ők lehetséges a fogyasztók ilyen szempontból, hanem nyilván, akik oda szeretnének figyelni a kalóriatartalomra is, de azért itt mindenféleképpen felhívnám a figyelmet a címkére, hogy nézzük meg, hogy a ténylegesen hasonlítsuk össze a hagyományos termékkel. Az energiatartalmat, mert akár lehet, hogy ugyanannyi az az energia, csak mondjuk zsírral potolták a, a gyártók, tehát a címke az sok mindent segíthet. Szukor vagy édesítőszer természetesen? Igen. Én <laughs> vágtam ezt az ezt a art. Azért tettem fel a kérdést, mert szóba is hoztad. Természetesen most csak abban az, a, a, arról beszélünk, amikor nem érintett egészségügyileg az mm -hmm. illető. Tehát te hova teszed le a voksot? Én most már egyre jobban a cukor mellé, mm. hogyha lehetek ilyen közvetlen, mert a mértékletességet hangsúlyoztuk, hogy szerintem az egy sokkal természetesebb történet. Mint az Jó, tehát azért egyébként kutatásaink is az uh -huh. bizonyít, bizonyítják, hogy, hogy ez egy állandó harc. Ugyanannyian vannak a cukor mellett, mint az édesítőszer mellett, tehát ez egy ilyen, és talán ez majd folytatódik is ez a harc, és akkor vagy valamerre eldől, vagy nem, mert itt inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy, hogy egy egészséges táplálkozásnál nem, nem szükségeltetik semmiféle plusz változás. Osztatás, hogy így mondjam. Tehát, hogyha egészséges a testömegünk, meg még rendszeresen mozgunk is, akkor nyilván az a cukortartalmú termékek is beleférhetnek. Ha valaki szeretne életmódot váltani, ö, mondjuk tényleg testtömeget csökkenteni, vagy mondjuk kette, vagy cukorbetegségben szenved, akkor az ő számára a, nyilván az édesítő termékek, vagy maga az édesítőszer az az, ami alkalmas lehet erre. Még egy picit menjünk vissza az ételallergiásokhoz. Hogy látja Gábor, az ételallergiások száma milyen számára, milyen a választék a húsvét ünnepkörhöz kapcsolódóan? Ha a húsvetű ünnepkört leszükítjük a klasszikus dolgokra, mint például a nyuszi vagy a tojás, az itt elsősorban hagyományos termékekről van szó. Összességében tudom azt mondani, hogy a teljes édesek termék palettán már nagyon sokféle diétás igényre megtalálható a választ. Hogy kifejezetten mondjuk nyusziból vagy tojásból minden igényre lehet választ adni, ez viszont nincs így, már csak azért sem, mert ezek szezonális termékek. Tehát a gyártók részéről gyakorlatilag egy, egy, egy értelmetlen befektetés és beruházás lenne az, hogy na most csak egy-két, egy nagyjából két hét az, amikor igazán vastagon fogy a mondjuk a húsvéti édesség, hogy ez emiatt egy óriás nagy termékpalettát csináljanak majd kizárólag nyusziból vagy tojásból. Tehát ez, ez nem valószínű bekövetkezik. De a termékpaletta egészében biztos, hogy mindenki megtalálja azt, amit keres. És akkor még a kézműves csokoládékról beszélünk, óriási sláger volt régen, mennyire van jelen, mennyire szeretik és igénylik a vásárlók. Hm. Hát szerintem ez, ez növekszik a, uh -huh. a, a, talán a számuk, Csak mert az údösszeg varázsát veszített el egy picit, mert most már természetes. Talán hagy, ha igen, de a hát konca. ez az ilyen fesztiválokhoz uh -huh. valahogy ez, ez talán hozzátartozik. De amit, amire még így a húsvét kapcsán uh -huh. felhívnám a figyelmet, hogyha többfajta édességet kapott a gyerek, ne hagyjuk elől. A pulton, a konyha pulton az édességeket, hanem tegyük el így, azért kisebb lesz a csábítás a gyereknek, hogy folyamatosan rájár. És akkor a kézműves termékek termékekben? Ez egy világtrend, és mindenhol uh -huh. növekszik. Magyarország szerencsére felült erre a vonatra. Nagyon sok kézműves gyártó van, kisgyártó, vagy akár olyan, most már nagyobbra nőtt aki kézművesként kezdte. Egyrészt kiváló minőségű termékeket gyártanak, másrészt kezdenek kialakulni, megszilárdulni azok a csatornák, ahol ők értékesítenek, mert jellemzően ők kevésbé érhetőek el a szokásos boltokban, vagy nagyobb áruházakban, élelmiszerüzletekben. Sokszor főleg a webben árulnak, vagy a saját kis műhelyükben, vagy szerződéseket kötnek kis kávézókkal, cukrászdákkal, és ott adják el a termékeket, sokkal közvetlenebb kapcsolatot építenek ki a vásárlókkal, és több olyan magyar kézműves gyártó, van kis cég, van, akik nagyon komoly díjakat nyertek el, olyan is van, aki exportokban is, is nagyon komolyan a méretéhez képest. Nagyon szépen köszönöm hogy itt voltatok. Antal Emesével, dietetikussal, szociológussal, Tét Platform szakmai vezetőjével és Intődi Gáborral, a Magyar Édességgyártók Szövetségeinek főtitkárával beszélgettünk az elmúlt percekben, és nagyon szép ünnepet, kellemes húsvétot kívánunk nektek. Viszont kívánjuk. Köszönjük.